A középiskolákban országszerte tantermen kívüli digitális oktatás zajlik, így van ez a helyi gimnáziumban is. Milyenek a tapasztalatok? Tavasszal a digitális oktatás teljesen váratlanul érte a közoktatás szereplőit, természetesen minket is. Az első tevékenységünk az volt, hogy fölmértük, hogy milyen okos eszközökkel, informatikai eszközökkel rendelkeznek a tanulók, illetve hogyan tudnak bekapcsolódni a digitális oktatásba. Egy-két nap után rendeztük ezeket a technikai feltételeket, illetve a kollégák áttekintették azokat a tananyagokat és azokat a módszereket, amelyeket majd alkalmazni lehet a digitális oktatásban, és valójában a tavaszi időszakot eredményesen befejeztük, egy tanuló kivételével minden tanuló tudta teljesíteni a év követelményeit. Az őszi időszak ebből a tekintetben teljesen más volt, hiszen a járványhelyzet romlásával egy időben várható volt, hogy novemberben átállunk a digitális oktatásra, és ugye akkor a középiskolás korosztály november 11-től digitális oktatásban tanul azóta is. Azóta a tantestület összegezte az első időszak tapasztalatait, illetve kiválasztottuk azokat a platformokat, amelyeket használunk a digitális oktatásban. Elsősorban a Kréta rendszerre alapozunk, és ezen kívül természetesen vannak más platformok, amit például az online órákra használnak a kollégák, illetve nagyon fontos az, hogy hoztunk olyan döntéseket, amelyek a mindennapi online oktatást szabályozzák. Például minden tantárgyból az órák kétharmada digitálisan, tehát online történik. Azon kívül az online órákon kötelező a részvétel, és természetesen a legtöbb esetben ez meg is valósul, és mondhatom azt, hogy a tanárok, diákok és a szülők közös összefogásának eredménye az, hogy jól működik a digitális rendszer, tudnak haladni a kollégák az anyagban, és a diákok is megfelelő képzést kapnak. 2021. január közepén járunk, milyen aktuális feladatok állnak Önök előtt? Ezen a hét végén zárul az első fél év, tehát az első legfontosabb feladatunk a fél év záráshoz kapcsolódó osztályozó értekezlet, fél év értékelő értekezlet, és természetesen február első hetében szoktuk tartani a szülő értekezleteket, ezek online formában történnek meg. Ezen kívül ugye a legfontosabb feladatunk az a február 15-i dátumhoz kapcsolódik, hiszen addig kell jelentkezni a tanulóinknak, a végzősöknek és az alsóbb éveseknek, akik előrehozott érettségit szeretnének tenni az érettségi vizsgára. Hát ez sajnos nagyon megnehezíti ez a digitális oktatás, hiszen azért a szaktanárok, illetve az osztályfőnökök tanácsait a pályaválasztással kapcsolatban figyelembe kell venni, és figyelembe is szokták venni a diákok. Ez nagyon sok konzultációval jár. Jelenleg ott tartunk, hogy egy saját belső használatú előzetes érettségi vizsgafelmérés fogunk pénteken készíteni, abból azt fogjuk összesíteni, és várjuk természetesen azokat a döntéseket, amelyek az érettségire vonatkoznak, hiszen ugye tavaly a járványhelyzet miatt csak írásbeliket tartottak, most úgy készülünk, hogy írásbelik és szóbelik is lesznek, de hát ez még változhat. Célegyenesbe fordult a beiskolázási feladat is. A járványhelyzet és a védelmi intézkedések hogyan befolyásolják a jövő évi beiskolázást? A hagyományos módszerrel kezdtük valójában a beiskolázási folyamatot, hiszen október végén a központi rendszerbe föltöltöttük a tanulmányi területeket, amelyeket szeretnénk indítani, azokat a képzéseket, de aztán ugye a rendezvények tilalma és egyéb járványügyi korlátozások miatt például lehetetlen most bejutni az általános iskolába. Régen el szoktunk járni szülőértekezletekre, osztályfőnöki órákra, és tartottunk egy nyílt napot az intézményben, ahol megismertettük magunkat a szülőkkel, illetve a végzősökkel, ezekre most nem volt lehetőség. Ehelyett a következő módszerekkel próbáltuk elérni a diákokat és a szülőket. Kiadtunk egy kopogtató című kiadványt, egy ilyen szóróanyagot a új induló képzéseinkről. Azután Kőműves Balázs egyik diákunk egy nagyon szép kis filmet, bemutatkozó filmet készített az iskolai életünkről, és ezt föltöltöttük a honlapra, illetve a Facebook oldalra. December 4-én egy online pályaválasztási tájékoztatót, egy részletes, hosszú tájékoztatót tettünk föl a honlapunkra, és mivel a hagyományos gönci versenyeket se tudtuk az idén megtartani, kitaláltuk, hogy több tantárgyból online versenyeket rendezünk decemberben a diákoknak. 5 tantárgyból ezek le is mentek. A versenyek győztesei oklevelet és vásárlási utalványt kaptak, és az összesített győztese a gönci versenyeknek pedig az Arany János iskola lett, amely Vándorserrel részesült.
Milyen képzések indítását tervezi az intézmény a következő tanévben? A következő tanévben a fenntartótól két osztály indítására kétféle képzésre kaptunk lehetőséget. Először néhány mondatban, hogy ebbe a két képzésben mi az azonos. Mind a két képzés 4 évfolyamos és gimnáziumi képzés, az új kerettanterv alapján folyik majd az oktatás. Két nyelvet tanítunk mind a két képzésben, angolt és németet, több tárgyat csoportbontásban oktatunk, és ezen kívül a 11-12. Évfolyamon magas óraszámban heti 8, illetve 9 órában az érettségi vizsgákra készítünk fel, mind a középszintűre, mind pedig az emelt szintűre. A két képzés között a különbség a következő. Az emelt idegen nyelvi képzésben nagyon magas óraszámok vannak idegen nyelveken. A kerettanterv Magyarországon most, ami hatályban van, az mindössze heti három órás nyelvórákkal számol. Ehhez képest itt ebben a képzésben az egyik nyelvet mind a 4 évfolyamon 5 órában, a másik nyelvet 4 órában tanulják a diákok. Az általános képzésben viszont 4 és 3 óra az idegen nyelveknek a tanulási időszaka. Elsősorban a gimnáziumi képzést azoknak a diákoknak ajánljuk, akik felsőoktatásba szeretnének tovább tanulni, illetve érettségi után szeretnének szakmát tanulni, hiszen aki érettségi után szakmát tanul, annak az első két szakma ingyenes. Hogyan javasolja az intézményvezető az általános iskolák végzőseinek, hogy a Gönczi gimnáziumban tanuljanak tovább? Miért érdemes a Göncit választani? Talán két csoportra osztanám a választ. Először legyenek azok az objektív mérőeszközök, ami alapján általában a közvélemény megítél egy intézményt. Hát ezek a külső mérések, például az érettségi vizsga. Azt tudni kell, hogy tavaly 2020-ban volt az első olyan érettségi vizsga, amikor kötelező volt emelt szintű érettségit tenni, aki felsőoktatásba akar tovább tanulni. A tavalyi érettségi vizsgából csak néhány eredményt szeretnék mondani. Mind a két osztály 4 egész körüli átlaggal végezte az érettségit, ami azért tavaly meglehetősen zaklatott volt az események miatt. 38 végzősünk volt, azok közül 10 tantárgyból tettek középszintű vizsgát, 8 tantárgyból tettek emelt szintű vizsgát, ami azt mutatja, hogy bőven van olyan tantárgy, amit a diákok 4 évi tanulás után mernek vállalni, és amire legbüszkébbek vagyunk, 26 emelt szintű vizsgát tettek a diákjaink, és ezzel többletpontokat szereztek. Amit még kiemelnék, a nyelvvizsga eredmények, például a 12. A osztályban 19 tanuló érettségizett, 11-nek volt középfokú nyelvvizsgája, 2-nek viszont felsőfokú C. Tehát azt mutatják ezek az eredmények, hogy azok a diákok, akik komolyan veszik a nyelvtanulást, és ugye ezt valójában hosszú távon ezzel céljaik vannak, ez nagyon jól fölkészültek az érettségire. A másik objektív mutató a felvételi vizsgák. Tavaly 38 végzősünk közül 27-en bekerültek a felsőoktatásba. Tehát ha mindenkit nézzük, a felsőoktatásba az összes tanulónk, akik nem jelentkeztek, azok közül is 71% bekerült. Ha a diplomát adó képzésre jelentkezőket és a felvettek arányát nézzük, akkor ez 77%, ami jobb az országos átlagnál. Tehát azok a tanulók, akiknek komoly céljaik vannak, és itt megfelelő támogatást, megfelelő tanári segítséget kapnak, azok jó százalékkal bejutnak a felsőoktatásba. A pénzügytől az egészségügyig, a különböző mérnökképzésekig bejutottak a gyerekek. 2 olyan terület volt, ahol régen jelentkezett már tanulónk. 2 tanulónkat fölvették a közszolgálati egyetemre, ami azért magas színvonalú, és például az ELTE BTK-ra, kommunikációs média tudományra is bejutott tanulónk. Tehát ezek az eredmények azt mutatják, hogy aki szeretne tanulni, az a Gönciből is tovább tud tanulni, és elérheti céljait. És természetesen nem csak felsőoktatásban tanulnak a diákjaink, hanem a végzősök közül 8-an mentek szakmát tanulni, 3-an pedig munkába álltak. Hát ha a szubjektív oldalát is nézzük a jelentkezésnek, hogy miért érdemes a Göncibe jönni. Ez egy nagyon kis közösség, ahol családias hangulat van, 20 fő körüli osztálylétszámok vannak, tehát ha valahol az egyéni bánású gyerekekre való odafigyelés jellemző, akkor erre az iskolára ez jellemző. A jó eredmények mellett az aktív diákélet, aktív sportélet is jellemző, és természetesen minden személyi és tárgyi feltétel,
ami a középiskolákhoz szükséges, ez nálunk is megvan. Erről a diákok meg is győződhettek, mikor itt jártak az iskolákban. Tehát úgy gondolom, hogy akinek nincsenek olyan céljai, amilyen képzések itt nálunk nincsenek, vagy még gondolkodik, hogy és nem akar korán szakmát választani, azoknak jó szívvel ajánlhatom a Gönczi Ferenc Gimnázium képzéseit.